jóvá hagyva elfogadta a 2024-es költségvetést a Békéscsabai Közgyűlés. Megemelt szociális díjak. Enyhe mértékben emelte a közgyűlés a szociális szolgáltatások díjait. Kék túra és mozi. Békéscsabán tartották a 4 kék évtized című dokumentumfilm országos premierjét. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Elkészült, a Békéscsabai képviselőtestület pedig el is fogadta a város 2024-es költségvetését, amely a legfontosabb dokumentum a városgazdálkodás szempontjából. A büdzsé rögzíti ugyanis azt, hogy ebben az évben mekkora összeget költhet a város a különböző területekre, szolgáltatásokra, fejlesztésekre, illetve mekkora kiadásokkal kell számolnia. A testület a 2024-es összevont költségvetés fő összegét 28,4 milliárd forintban határozta meg. Míg a kiadási oldalon ugyanekkora összeg szerepel, addig a bevételek tervezett nagyságrendje 22,1 milliárd forint. A mintegy 6,2 milliárd forint hiányt az előző évi maradványösszeg fedezi. A február 22-én megtartott képviselőtestületi ülésen elhangzott, hogy az elmúlt években a koronavírus járvány, az orosz-ukrán háború és az energiaválság is komoly hatással volt a csabai költségvetésre. 2024-ben azonban ilyen negatív külső hatás nem érintette a tervezési időszakot, ezért a város polgármestere a megbízhatóság költségvetéseként jellemezte az idei büdzsét. A megbízhatóság költségvetésének nevezném. Arra kellett törekedjünk, hogy takarékosak legyünk, elővigyázatosak legyünk, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. A Hajrá Békéscsaba frakció vezetője szerint az idei a megegyezés költségvetése is. A megbízhatóság mellett ez a 2024-es költségvetés legyen a megegyezés költségvetése is. Olyan megegyezés költségvetése, amikor valamennyi képviselő konszenzussal a saját álláspontját erősítve, ismertetve, de a más álláspontjából a jó ötleteket elfogadva szavazza meg ennek a költségvetésnek a rendelet tervezetét. A szövetség Békéscsabáért képviselőinek inkább más jelzők jutottak eszükbe a pénzügyekről. Ugye Covid-háborús, brüsszeles, inflációs, energiaválságos költségvetések voltak, most meg ez egy választási költségvetés, úgyhogy semmi probléma, nagyon szép. Polgármester úr meg azt mondta, hogy végre el lehet kezdeni minőségi szolgáltatásokat nyújtani a városban. Most már lehetőség van erre. Én meg azt gondolom, hogy ezt el kellett volna már kezdeni. Az ülésen elhangzott, hogy a tervezést segítette, hogy tavaly a vártnál is jobban teljesített a csabai gazdaság. Tavalyi évben rendkívül kedvező gazdasági folyamatok zajlottak a városgazdaságában, és az önkormányzatnak a pénzügyi folyamata is kedvező képet mutattak. Ugye az adóbevételek alakulása és az önkormányzati egyéb bevételek alakulása tekintetében is kedvező, jó, szép számok alakultak ki a 2023-as évben. A testület tagjai arra is felhívták a figyelmet, hogy számos igényre igyekeztek megoldást keresni, ám nem futotta mindenre. Jóval több a kiadás igény, mint a bevétel, előirányzott bevétel, az egyáltalán nem rossz hír, hanem inkább jó hír, tehát igazából tele vagyunk gondolattal ilyen tekintetben. A képviselők azt is hangsúlyozták, hogy idén is jut forrás a nem kötelező feladatokra, például a különböző szervezetek támogatására. Meg kellett nézni, hogy a kötelező feladatok teljesítésén túl az önként vállalt feladatokra miként tudjuk úgy kialakítani az előirányzatokat, hogy mindegyik terület jó minőségben szolgálja a városlakók létét, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból jól vizsgázik jelenleg a rendeletnek a jelenlegi állapota. Az ülésen arról is szó esett, hogy visszatértek olyan támogatási formák, például a mikrovállalkozások esetében, amelyek a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek miatt az elmúlt években nem voltak. Új elemek is beemelésre kerültek ebbe a költségvetésbe, olyanok, amelyek korábban még nem voltak, de ebben az évben, ebben a költségvetés évben van lehetőség arra, hogy
új elemeket is megvalósítsunk, új programokat is el tudjunk indítani. Ide tartozik például a járdafejlesztési keret létrehozása is. Nagyon örülök annak, hogy az önkormányzat és itt a módosító javaslatokat is mindenféleképpen kiemelném, hogy foglalkozik azokkal a területekkel és azokkal a békéscsabaiakkal, akik valamiért szükséget szenvednek valamiben, vagy a támogatás jól jön, vagy segítséget kaphatnak. Nagyon örülök annak, hogy a Fidesz frakció javaslatára egy 60 milliós járdafejlesztési előirányzat is belekerült már a költségvetés tervezetébe. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az inflációs hatások tovább gyűrűznek, ezek pedig okozhatnak még kellemetlenséget évközben. Ha 17,6% volt az infláció, sok-sok helyen fog szorítani a cipő, mert nem sikerült annyival emelni a számokat egy-egy intézményi költségvetésnél, amennyire ezt az infláció indokolná. Ebben az évben még nem indultak el az új fejlesztési programok, ugyanakkor a korábbi évek többségében Európai Uniós, valamint kormányzati forrásból létrehozott fejlesztései, elszámolásai még napirenden vannak. A 2024-es költségvetési rendeletben már szerepel néhány TOP plusz, valamint egyéb pályázata bevételi és kiadási oldalon, függetlenül attól, hogy még nem állnak rendelkezésre támogatói okiratok, ugyanakkor a közgyűlés már döntött ezeknek a programoknak a megvalósításáról. A februári békéscsabai közgyűlésen a képviselők egyetértésben fogadták el az idei költségvetést, de több olyan feladatra nem szánt forrást a város, amelyre évek óta kellene. Emelte ki a közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján Dancsó Tibor, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője. A februári közgyűlés fő napi rendi pontja az ezévi költségvetés volt, amelyet nagy egyetértésben fogadtak el a képviselők. Dancsó Tibor véleménye szerint viszont van néhány olyan fontos dolog, amit évek óta nem kezel a város, ilyen például a népesség megtartó erő növelése. A Békés Csaba Hazavár program egy nagyon jó kezdeményezés például, na csak kevés, nagyon kevés. Tehát az, hogy egy tizen pár millió forintot szétosztunk egy pár fiatalember közt, aki majd ennek következtében itthon helyezkedik el, ez a probléma ennél sokkal nagyobb. A politikus szerint az iskolakezdési támogatásra a mostani 2 millió forintnál jóval többet kellene fordítani. Ez a kifejezetten rossz anyagi helyzetben élők megsegítésére lehet, vagy adható, de olyan alacsonyra tették annak a költség, tehát a egyfőre első jövedelmet, hogy gyakorlatilag nem alig van, aki ezt igénybe tudja venni. Dancsó Tibor a köztemetők zsúfoltságának problémájáról is beszélt. Mint mondta, hiába építettek korábban két köztemetőt Mezőmegyeren, illetve Gerlán. A városban élők véleménye szerint nem fognak kimenni ezekre a helyekre temetkezni. Bejelentette polgármester jelöltjét, valamint önkormányzati képviselő jelöltjeit a Fidesz gyulai szervezete kedden. A párt többségében a város jelenleg is regnáló képviselőit indítja a 2024-es önkormányzati választáson, azonban két új jelölt is megméretteti magát júniusban. A gyulai vár előtti téren sorakozott fel a Fidesz helyi szervezetének polgármester, valamint mind a 9 önkormányzati képviselő jelöltje. Kedden jelentették be ugyanis, hogy a párt kikkel vág neki a 2024-es önkormányzati választási kampánynak. A Fidesz helyi elnöke elmondta, hogy a polgármester személye nem volt kérdés, továbbra is a 2010 óta regnáló városvezetőt, Görgényi Ernőt jelölik a posztra. Alt Norbert a képviselőjelölteket illetően kiemelte, összeszokott gárdát állítottak össze, többségük jelenleg is képviselő a választókörzetében. Két esetben történt meg változás, a kettes választókörzetben a dr. Öpcsös István jelezte, hogy az életkorából kifolyólag
nem kíván tovább indulni, illetve a négyes választókörzetben, ott Mitán Mónika jelezte, hogy a munkahely és egyéb tevékenysége miatt nem tudja összeegyeztetni a képviselői munkát a munkahelyével. Az eseményen elhangzott, hogy az ötös számú választókörzetben nem indít saját jelöltet a Fidesz, mert elégedettek a mostani képviselő Vígné Fábián Diána munkájával, aki civil jelöltként nyerte el korábban a választók bizalmát. A 2006 óta az első számú választókörzetet képviselő Görgényi Ernő, aki 2010 óta vezeti a várost, bejelentette, ismét elindul a körzetért, valamint a polgármesteri székért. Tovább folytatjuk a munkát, hogyha a választópolgárok úgy döntenek a gyulai gazdaság fejlesztése érdekében. Ezen belül mind a turizmus fejlesztés, mind az iparfejlesztést folytatni kívánjuk, és mindazokat az ágazatokat tovább akarjuk erősíteni, amelyek az életminőségünket meghatározzák, így az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra és a kultúra területén. Nagyon fontos, hogy lépésről lépésre mindig haladjunk előre. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokat június 9-én tartják, a kampányidőszak pedig április 20-án indul majd. Békés Csaba önkormányzatának február 22-i képviselőtestületi ülésén szavazták meg számos szolgáltatás áremelését a szociális szférában. Szarvas Péter polgármester mértéktartónak nevezte az intézkedést, melyet az évelején megemelt nyugdíjterítésekkel arányosan hoztak meg. Március 1-től ebben a bentlakásos Békés Csabai szociális otthonban is megemelkedett szolgáltatási díjat kell majd a gondozottaknak fizetni. Békés Csaba önkormányzata a fenntartója az intézménynek, így a városi képviselőtestület döntése előzte meg az emelkedést. Intézményünk fenntartója Békés Csabai megyei város önkormányzata, mely február 22-i közgyűlésén határozott az új térítési díjról, ami a jelenlegi 5400 forintról 5700 forintra emelkedik. Ez 2024. március 1-től lép életbe, és egy 5%-os térítési díj emelést jelent majd. Nem először emelték a szociális szolgáltatások térítési díját városi szinten, ám ez a gazdasági inflációt figyelembe véve teljesíthető a gondozottak számára, mondta el az intézményvezető. A múlt hét csütörtöki közgyűlésen megszavazott javaslatról Szarvas Péter polgármester beszélt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy bölcsődei gondozási díjat változatlanul nem állapít meg az önkormányzat a bentlakásos szociális ingatlan, a illetve a bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó egységünkben 5%-ot sem éri el, 4,5-6%-ot a napi intézményi térítési díj, tehát nagyon mértéktartó a javaslat. A városi önkormányzat testületi ülése egyhangulag 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. Jókai Mór által írt vígjátékot tűzött műsorára a Békés Csabai Jókai Színház. A darab sajtónyilvános orvosópróbáján Halas Imre rendező, Jászai Mari díjas érdemes művész és Seregi Zoltán színházigazgató mutatták be az előadást. A történet szerint a fiatal gróf könnyen szerzett birtokhoz és vele szolgálókhoz jut. A történet érdekes, mert a személyzet kissé bogaras, mondhatni elmebetegek gyülekezete. A darab díszlettervezője a romantika korába kívánja elkalauzolni a nézőket, ahol a látványvilág játéktér is egyben. A díszletnek az a feladata, és ezért nem is szeretem ezt a szót, hogy díszlet, mert ebben benne van ez, hogy dísz, tehát hogy ez valami kis háttér dekoráció, de nem erről van szó, hanem egy játékteret hozunk létre, ugye, amiben mindennek kijelölt helye van, és semmi sem véletlenül van ott, ahol. Halasi Imre nem először rendez Békés Csabán, hiszen az előző évadban nagy sikerrel futó Ankónai szerelmesek is az ő irányításával született meg. A Jászai Mari díjas rendező híradónknak a darab műfaji meghatározásáról beszélt. Egy olyan színműnek a jelölése vagy a megnevezése, amely könnyedebb hangvételű, vidámságot sugároz, a
történet vezetésében is komikus elemek, játékos elemek váltakoznak, és mivel egy olyan szereplő van a történetben, aki csak a legvégén szólal meg, addig pedig minden gondolatát és minden véleményét dalban fejezi ki, tehát zenével fogjuk ezt az előadást kísérni. A Jókai darab bemutatója március 27-én lesz a Jókai Színházban. Békés vármegyéből 8 diák nevezett a Bot Péter országos könyvtár használati versenyre, amelynek első fordulója hétfőn délelőtt volt a Békés megyei könyvtárban. A Bot Péterről, a 18. század kiemelkedő könyvtárosáról elnevezett komplex tehetséggondozó verseny a 7.-10. évfolyamos tanulók számára nyújt lehetőséget minden évben. A megmérettetésen a diákoknak az információk, a dokumentumok és a könyvtárak használatát igénylő feladatokat kellett megoldaniuk. Gyakorlatilag nem az a célja, hogy csak a könyvtárat tudják használni ezek a fiatalok, hanem hogy az információkban el tudjanak igazodni, információt tudjanak keresni. Ez majd az életben is nagyon fontos lesz nekik, meg minden területen, a munkában, hogy jól tudják használni az információkat, amiket megtalálnak. A verseny idei témája a fenntartható fejlődés. A Békés megyei könyvtár igazgatója szerint a cél a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Azzal, hogy ellátogatnak hozzánk Békéscsabára, a Békés megyei könyvtárban már lényegében maguk is könyvtárhasználóvá válnak, és a verseny során pedig megismerhetik azokat a modern technológiákat a hagyományos szakmai eszközök mellett, melyekkel aztán a későbbiekben el tudnak boldogulni, legyen szó hiteles információ keresésről, vagy pedig az álhíreknek a kiszűréséről. A versenyt a Könyvtáros Tanárok Egyesülete és az Országos Széchenyi Könyvtár szervezi, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával. A békéscsabai származású ultraterepfutó Szarvas Mátyás legutóbbi országos kékkörfutásáról készült dokumentumfilm országos bemutatóját tartották kedden a Center moziban. A vetítés előtt a főszereplő a film rendezőjével beszélgetett. A moziterem megtelt volt tanítványokkal, régi barátokkal, ismerősökkel, akik kíváncsian várták a Szarvas Mátyás legutóbbi kék túra futásáról szóló dokumentumfilm országos premierjét. A 42 perces filmet a korábbiakhoz hasonlóan most is Major Gyula és fia készítette. Szarvas Mátyásról szól, az ő akaraterejéről, az ő fantasztikus teljesítményéről, arról a 35 napról, amelyet tavaly ősszel, október elején indulva november közepéig megtett. Körbefutotta az országot, erről az útról szól, az ő hangulatáról, a hangulatváltozásairól és Magyarországról, a magyarországi tájakról. A film és Szarvas Mátyás túrája Stiglitzről indul, és oda is érkezik vissza. A békéscsabai származású ultramaraton futó új világcsúcsot állítva 35 nap alatt teljesítette az Európa leghosszabban összefüggő 2560 kilométeres kék túra útvonalát. Egy nagyon hosszú, bő 800 kilométeres alföldi rész, ahol a homok, a sár és az egyéb a nehézség. Van egy nagyon durva, az országos kék túra, a régi klasszikus, amit Rockenbauer Pálék is gyalogoltak kiindulásként annak idején. És van egy nagyon finom, lightos, sokak által szeretett és kedvelt, ez pedig a Dél-Dunántúli kék túra, a maga 545 kilométerével, és nagyon finom, kellemes dimbekkel, dombokkal. Szarvas Mátyás elmondta, ez volt az ötödik, egyben utolsó országos kék túra, amit teljesített. A Magyarország szépségeire és a környezetvédelem fontosságára felhívó 4 kék évtized című dokumentumfilmet szeretnék minél több településen levetíteni, a túrát pedig egyfajta hungarikumként közvetíteni az emberek felé. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!